Hát ilyen érdekes YouTube-on lenni. Üdvözlet, Németh Olivér vagyok, és ma a time managementről fogunk beszélni. De mit is jelent pontosan ez a szó? Ez ugye egy angol kifejezés, időgazdálkodást, időmenedzsmentet jelent, de ez egy kicsikét kézzel foghatatlan lehet. Ez tulajdonképpen egy olyan tervezési folyamat, ami során úgy osztod be az idődet, hogy az alatt a leghatékonyabban a legtöbb munkát, a legmegfelelőbb idő alatt végre tud hajtani. Ez egy elég nehéz feladat, főleg akkor, hogyha az embernek prioritások tömkelegei látják el életét, és egyszerűen választania kell bizonyos feladatok között, hogy melyiket hajtsa végre előbb. Vagy esetleg mindegyiket kéne egyszerre. Azonban ettől nem kell megijedni, hiszen ez egy tanulható folyamat, és bárki elsajátíthatja azokat némi gyakorlással. Hát akkor mire várunk? Nagyon sok ember él a Földön, akik munkájuknak köszönhetően sajnos nem tudják beosztani jól az idejüket, vagy pedig nagyon nehéz ez a folyamat, hiszen állandóan küzdeni kell a határidőkkel, a főnökkel, esetleg az alkalmazottakkal, készülni kell a zárt helyekre, melyek ugye általában mindig egy-két hétre besűrűsödnek ezerrel, beadandókat kell adni, projektmunkákat készíteni, esetleg szakdolgozatot egyeseknek, szóval minden korosztályban jelen van az időhiány. Hiszen egy nap 24 órából áll, ezzel nem tudunk mit kezdeni, és mindenkinek szüksége van pihenésre, alvásra, hiszen az alvás megvonás igen komoly következményekkel jár. Az alapkoncepciót Nagyfiró már 1991-ben lefektette. Azonban mindannyian tudjuk, hogy a valóságban hát ez egy kicsikét torzul. Minél több tevékenységkör zúdul az emberre, annál és annál nehezebb lesz beosztani a normálisan az idejét. És akkor lássuk, hogy mire is jó ez a time management dolog. Egy, hatékonyan munkavégzés. Pofon egyszerű a képlet, több időd jut más feladatra, csökken a stressz, hiszen beleszel mindig táblázva és tudni fogod, hogy mikor, mit kell majd csinálnod. Ezáltal, ha megtanulsz jobban dolgozni, a főnök valószínűleg ezt észre fogja venni. És esetleg fizuemelés is járhat. Kettő, a kollégákkal és a főnökkel való viszony. Nem szabad azt se elfelejteni, hogy nem csak a munkára fordul több időd, amit a főnök észrevehet, hanem több időn esetleg smúzolni vele, már aki erre fogékony. Viszont a kollégákkal kapcsolatos viszonyod is bőven javulhat, hogyha nem te vagy mindig az, akire várni kell egy meetingre való bemenetelkor, nem azt látják rajta az emberek, akik körbevesznek, hogy káoszban élsz. Esetleg, hogyha olyan jó viszonyt ápoltok a kollégákkal, akkor el tudtok menni munka után egyet sörözni. 3. A család. Minél több mindent el tudsz látni a munkád során, a munkaidődben, annál több időt tudsz fordítani a szeretteidre, otthon. És a sulisoknak ez jó? Of course! Az előbb felsorolt 3 tényező ugyanúgy felosztható a diákoknak is, meg a hallgatóknak is. Hatékony a munkavégzés. Több időd van másra tanulni, csökken a stressz a ZH írás akkor, hiszen tudod, hogy tudtál tanulni, és több időt tudtál szorítani a beadandók elkészítésére. Aztán a haverokkal való jobb viszony. Itt igazából ugye nincsenek főnökök és kollégák, akikkel jó kapcsolatot kéne kiépítened, hanem a haverok azok, akikre egy kicsi időt kell szentelni néha. És nem csak akkor, amikor el kell kérni tőlük a házit, nem csak akkor, amikor meg kell kérdezni, hogy mi lesz majd a ZH-ban, hanem egy kicsit együtt tudtok lenni és szocializálódni. És a harmadik végül ugyanúgy a család. Hiszen akárhogy is nézzük, a szobában való tanulásnál mindig is jobb időtöltés lesz kint lenni a családdal, társas játékozni, filmet nézni, szórakozni, vagy csak szimplán beszélgetni felnőttek módjára. Hiszen komoly dolgokról beszélgetni néha jó dolog a szülőkkel. És lehet is velük komoly dolgokról beszélni, úgyhogy néha ragadjátok meg az alkalmat, és menjetek ki az ősökkel beszélgetni. Először is legyél tisztában a napoddal, és találd meg azokat a gócpontokat a napod során, melyek kritikálisan sok időt vesznek igénybe. Ha ezek megvannak, akkor tudod, hogy mit kell redukálni egy kicsit. Ha dolgozol, ha tanulsz, vagy akármi fontosat csinálsz, és abból sok van, érdemes egy naptárat használnod, ahova fel tudod jegyezni, hogy mikor, mit fogsz csinálni. Ha éppen úgy van, akkor lehet az egy ilyen kis füzet, hogyha maradi vagy, de én a feladatra a legalkalmasabbnak a Google naptárat találtam. Elvégre nagyjából Google fiókja már mindenkinek van, a mobilod mindig ott van a kezedben úgyis, nem kell hozzá toll, hogy feljegyezd azt, hogy mit fogsz csinálni és kuncsorogni, hogyha esetleg éppen elfelejtettél egyet hozni magaddal, ott tudod hordani a zsebedben a naptárodat. És mivel ez egy Google felhőbe megy föl, ezáltal szinkronizálni fogod van a gépeddel, így tehát bármelyik eszközről használod a naptárat, mindig látni fogod, hogy mikor, mit fogsz csinálni. Sőt, az eseményeknek szint is be tudsz állítani, értesítést tudsz beállítani, hogy mikor szóljon neked, hogy majd lesz valami, és címet is be tudsz írni, amelyet a Google Maps-el meg tudsz nyitni, és útvonaltervezést tudsz rá generálni. Ha naptárat vezetsz, azonban érdemes egy dolgot figyelembe venned. Ne használj két külön felületet,
a magán és az üzleti dolgokra. Én ezt azért tanácsolom, mert régebben így csináltam, és nem igazán jött be. Mindig az egyiket elfelejted, hogy hova írtad, talán az egyiket már a másikba írod, egész egy nagy káosz lesz. Törekedjünk mindig az egyszerűségre. Most jöjjön pár tipp, amelyet én a munkám során megtanultam, és remélem, hogy ti is hasznát fogjátok venni. 1. Legyen betervezve egy dolog, amelyet aznap meg akarsz oldani. Válasz ki egyet, amit mindenképpen megcsinálsz, és emellett próbálj meg x%-ban egy kis időt hagyni arra, hogy az esetlegesen bejövő dolgokkal egy kicsit tudj foglalkozni. De legyen legalább egy valami, amit nagyon jól meg tudsz küldeni aznap, és azt be tudod fejezni. A következő naptervezésekor pedig látni fogod azt, amiket ma nem feltétlen tudtál megcsinálni, vagy csak elkezdeni, és azokkal tudod kezdeni a következő napot, hiszen ma azok megoldatlanok lettek, így azok holnap nagyobb prioritást élveznek. 2. Tarts rendet magad körül. Nagyon sok időt el tud venni az, amikor az asztalt bújod a nagy szemét kupacba, hogy úristen, hova tettem azt a jelentést. Vagy reggel indulásnál nem tudod, hogy hova tetted a kulcsod, mert egy szemétdombon élsz. Lényegtelen, hogy ezek sulis cuccok, lényegtelen, hogy ezek az irodában levő iratok az asztalodon, vagy bármi más. Tarts rendet magad körül. Az embernek rohadt sok ideje elmegy arra, hogy állandóan keresgéli a dolgait. És akkor még nem is került szóba az, hogy mennyi időt kell várakozni az életed során. Egy kutatás szerint egy átlag amerikai élete során 6 hónapot tölt várakozással. Fél év esetlegesen elvesztegetett idő az életedből. És így ezáltal most szóba is került a 3. pont. Várakozás közben is tudsz hatékony tevékenységet folytatni. Ha mondjuk mész hazafel az egyetemről és van egy 3-4 órás hazaút, az alatt bőven elkezdhetsz tanulni, ahelyett, hogy mondjuk MP3-on zenét hallgatsz. Vagy ahelyett, hogy megnézd az új Rick és Morty epizódot. Igen, most valamiért nagyon felkapott lett ez a mese. De hogyha nem is sok időről van szó, hanem csak egy 5 perc, hogy mondjuk sorban állsz a patikában valami gyógyszerért, akkor is magadban vagy a telefonodat nézve tudod összegezni azt, hogy mi fog az elkövetkezendő időben történni veled. Vagy esetleg fel tud készülni egy meetingre, ameddig a dokinál vársz. Ezek mind-mind olyan idők az életedben, amelyet igazából azzal töltesz el, hogy bambulsz ki a fejedből, vagy magazint olvasol egy kanapéban, majd aztán ezeket otthon, vagy pedig a munkahelyedre visszaérve ugyanúgy meg kell csinálnod. 4. Amit nem tudsz megcsinálni, az passzold a másnak. Igen, hogyha vannak bőven kollégáid, és nem csak ketten dolgoztak mondjuk egy projekten, akkor meg tudod azt mondani, hogy figyelj Géza, itt van egy dolog, amit nekem nagyon fontos lenne, hogy megcsináljam most, ellenben van egy másik projekt, amelyet az ügyfél már nagyon vár, de nekem nincs idő, mert ezzel kell törődnöm, légy szíves, vedd át egy kis részét. Úristen, hogy ezt most hányszor kellett fölvennem? 5. Munka alatt a munkával foglalkozz. Tudom, ez egy nehéz dolog, hiszen nagyon jó dolog végig csekkolgatni 5 percenként a Facebookot, hogy valami történt-e. Elhiszem, hogy nagyon sokan akarunk nagyon sok pénzt keresni kis munka befektetésével. Azonban ilyen emberekből nagyon kevés van a világon, és azok is elkezdték valahol még. Igen, akár te is eljuthatsz oda, hogy te legyél a reinkarnálódott Hugh Hefner. De nem most. Ha a munkaidő után máshol is akarsz foglalkozni és egy kis időt eltölteni a haverokkal vagy a családdal lenni, akkor abban 8, 9, 10, 11, 12 órában tedd oda magad és csináld azt, amit kell. Erről a jelenlegi főnököm mondott még egy nagyon jó sztorit, ami ő vele történt meg. Amikor ő kezdett a cégnél, behívta magához a menedzser és egy ilyen kis beszélgetésre invitálta őt. A főnök hátradőlt a székében, kinézett egy nagy üvegen, ami látszódott az összes ember, aki ott kint dolgozik. Azt mondta neki, hogy látod ezt a sok embert? Mindegyik itt lógatja a lábát, megcsinálja a kötelezőt, de nem teszik oda magukat a munkában. Ki az az ember, aki ilyenkor nem szarná össze magát? De ugyanakkor vannak ott kint páram, akik aktívak, más is bevállalnak, oda teszik magukat a munkában, és látják őket az emberek a cégen belül. Kérdésem pedig az felét, hogy te melyik akarsz lenni? Az akarsz lenni, aki 8 órában bent lógatja a lábát, semmi értelmeset nem csinál, Facebookozik, YouTubeozik, és igazából ennyi. Ezáltal nem teremtesz nagy értéket, soha büdös életben nem fogsz fizetésemelésre kapni, vagy esetleg feljebb jutni. Vagy fogod, oda teszed magad, mindenki előtt látható leszel, és majd azt fogják mondani, hogy te figyelj, ismerem ezt a gyereket, tök értelmes, meg tök szorgalmas, gyere, szállj be ebbe a projektbe. És végül a 6. és egyben a legfontosabb dolog, létezik az a szó, hogy nem. Igen, meg kell tanulnia az embernek néha nemet mondani, és kiraknia egy Do Not Disturb táblát, vagy lemondania egy meetinget,
Természetesen meg kell tanulni azt, hogy mit mondasz le. Alakíts ki a kis naptáradban olyan időpontokat, amelyekben semmi nem szólhat bele, vagy csak nagyon-nagyon sürgős dolgok, és arra ne szervezz rá semmit. Jelöld ki a naptáradban, hogy mondjuk szerda este 6-tól 8-ig nem szólhat senki se hozzám, kikapcsolom a telefon, mert mondjuk akkor én a párommal elmegyek vacsorázni. Ezt persze nem kell neked elmondani akkor a másiknak, hogy miért mondod le, hiszen semmi köze hozzá. De igenis az embernek néha szentelnie kell másra is időt. Azokra, akiket szeret. Hát ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet és remélem, hogy hasznos tanácsokat tudtam nektek adni. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és hagyjatok lent bármilyen kommentet arról, hogy mit gondoltok erről a témáról. Osszátok meg kérlek a nehézséget, amelyek nektek különös problémát jelentenek az időbeosztáskor, vagy pedig meséljétek el a többieknek, hogy ti hogyan osztjátok be hatékonyan az időtöket. Még egyszer köszönöm a figyelmet, sziasztok!